Beszélgető társam a pilisi és budai térség kiáró gyógyító gyógytornásza, aki példamutató kiváló tevékenységéért a Magyar Állam kitüntetését, a miniszter elismerő oklevele kitüntetést kapta, akivel pedig beszélgetek, Walter Imola gyógytornász. Lehet számítani egy ilyen elismerésre? Vannak ennek jelei, vagy egyszer csak jön egy telefon, hogy kedves Imola, fáradjon már el a ünnepség. Pontosan így történt, csak e-mailen keresztül kaptam egy ilyen felkérést, illetve először is egy kérdést, hogy elfogadom-e ezt az elismerést egyáltalán. Hát először azt sem tudtam, hogy miről van szó. Aztán utána jártam, és akkor írtam vissza egy e-mailt, hogy természetesen elfogadom. Mit jelent számodra? Volt-e már korábban hasonló díjad vagy elismerésed, ami a gyógytornával a foglalkozásoddal kapcsolatos? Kimondottan ilyen nem volt. Olyan elismerésekben részesültem, amit a páciensektől kaptam, tehát ők kimondottan köszönő leveleket írtak, akár számomra részemre, akár tehát ilyen privát e-maileken keresztül, vagy pedig ők mondták a főnökségnek, hogy nagyon meg vannak elégedve velem, ez történt e-mailbe vagy telefonon keresztül, változatos. Mivel lehet elérni, kivívni az embereknek a elismerését, szeretetét? Az ember azt feltételezi, hogy a gyógyításban dolgozó minden munkatárs szívvel, lélekkel, a betegek, a páciensek gyógyulásáért van. Mi az a plusz, amit te a személyiségedből, a munkabírásodból bele tudsz tenni, hogy egy ilyen elismerésbe részesülj? Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy ezért nem kell küzdeni, tehát ez vagy adott, megvan, vagy nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy aki egy ilyen szakmát választ, akár orvosok, tehát bármilyen egészségügyi dolgozó, annak azért magasan kell, hogy legyen az empátiája. Amennyiben nincs, azt a páciens azonnal meg fogja érezni, és bármilyen jó is legyen ez a szakember, nem fog gyógyulni a páciens, vagy teljesen el fog fordulni a gyógytornásztól, és egy másik gyógytornász fog keresni. Vannak olyan páciensek, akikkel meg kell találni a közös hangot, mert már olyan fájdalmakkal érkeznek például a rendelésre, hogy teljesen el vannak zárkózva ettől a tornától, vagy úgy jönnek, hogy hát ön az utolsó esélyem, hát akkor aztán nagyon össze kell szednünk magunkat, és ott azért a kedvébe kell járni, és próbálni az érdeklődést felkelteni, és a bizalmat elnyerni. Ez egy magárendelő. Ennek révén mi beutalókkal nem is nagyon foglalkozunk. De orvosi javaslatra egy beteg az állami szolgáltatás helyett választott benneteket is. Van, hogy a kórházból ajánlják azt, hogy ők mondjuk 2 hónap múlva tudnak ezzel foglalkozni, mi meg mondjuk 1 nap múlva, és akkor ajánlják azt, hogy akkor ide jöjjön a páciens. Most egy új budai gyógytornaterem, ez egy budafoki úti új budai hely. Hogy jutottál hozzá a Pilis gyógytornász a címhez, hogy leegyszerűsítsem a titulusodat? Hát igazából én itt a rendelőben heti 2 napot rendelek, és heti 3 napot pedig kiáros gyógytornászként házhoz megyek a páciensekhez, Pilis Csabán és Pilis Jászfaluban. Igazából ez a magánrendelőnk van, kiküldve oda, hogy házi ápolást lásson el. Úgyhogy így végül is így alakult, hogy akkor 3 napot ott rendelek, 2 pedig itt. Sokat hallani az egészségügy síralmas állapotáról, orvoshiányról, kivándorlásról, Nyugat-Európában sok végzős orvos, meg szakorvos kimegy, vannak hiányszakmák, altatorvosból például nagyon kevés van, de hát most nem sorolom. A gyógytornászoknál nincs ilyen probléma, tehát itt abszolút lefedi a magyarországi gyógytornász igényeket az a létszám és szakembergárda, aki rendelkezésre áll? A gyógytornászból inkább azt látom, hogy túlképzés van. Rengeteg gyógytornász van, viszont nagyon kevés férőhely, ahol el tudnak helyezkedni, úgyhogy a kivándorlásnak a gyógytornászoknál, a kivándorlások oka az általában a munkahely hiány miatt történik meg. Tehát abszolút egy kórházban jellemző az, hogy egy osztályon egy, maximum 2 gyógytornász dolgozik, ami több mint napi 40 beteg ellátását igényli, viszont egy, maximum 2 embert vesznek föl, ahol például simán elférne 4-5 gyógytornász. Tehát igény is lenne rá, csak ugye nem jutnak be. Miért lesz valaki gyógytornász? Te például hogyan kaptál ehhez kedvet? Őszinte leszek, én nem álmodtam arról, hogy gyógytornász leszek. Nekem fogalmam nem volt eleinte, hogy mi legyek. Azt tudtam, hogy mi nem leszek, és így leszűkült a kör. Tudtam, hogy imádom a sportot. 15 évig versenyerubikoztam, ez teljesen megalapozta az életemet, sport nélkül nem is tudom elképzelni a mindennapjaimat. Így valami
próbáltam kapcsolni a sporthoz, hogy olyan foglalkozásom legyen, viszont nagyon szeretem az embereket, és nagyon szeretek beszélni. Így úgy gondoltam eleinte, hogy én majd orvos leszek, aztán mikor az úgy a fejemben véglegesedett, hogy az nem annyira mobilis szakma, ezért próbáltam keresni olyan kiskapukat, hogy mi lehet, amit az egészségügyel össze tudok kapcsolni, és a sporttal, így lettem gyógytornász. Mi a szakmátokon belül a csúcs, a legtöbb, amit el lehet érni? Hát, ez egy fogós kérdés. A mi szakmánk az pontosan olyan, ahol soha nem lehet a maximumot elérni, még mindig van több. Folyamatosan továbbképzési rendszer van, kötelező továbbképzési rendszer is van, tehát megvan szabva, hogy 5 évente hány pontot kell megszereznünk. Az egyetem alatt megtanuljuk az anatómiát teljesen, azon kívül az összes orvosi tantárgyat, a műtéti típusokat, mindent tudni kell. És ezen felül a gyógyítási technikákban vannak továbbképzések. Körülbelül képzeljünk el olyan 40-50, ha nem több továbbképzést. Tehát, hogy azért lehet válogatni, ha az egyetemről kijön egy gyógytornász, akkor örül először, ha elhelyezkedik. De van, akinek már rögtön kialakul a fejében, nekem is kialakult például, az egyetemi tanulmányok alatt, hogy milyen tantárgyak azok, amiket jobban szeret, vagy amiket kevésbé. Tehát én mindenképpen ortopédián szerettem volna dolgozni, ez egy ortopéd mozgásszervi magánrendelő, én mindenképpen a gerinc problémáira szerettem volna szakosodni, ez így is történt. Tehát, hogyha elvégezzük ezt az egyetemi képzést, akkor utána a továbbképzéseket nem kötelező minden irányba végezni, valaki sportrehabilitáció irányába megy el, van, aki a gerincstabilizáció, gerincferdülés, van, aki a kismamákra specializálódik. Tehát szakosodtok ti is. Úgymond szakosodunk, de egyébként nem lehet kijelenteni azt, hogy valaki csak ehhez ért. Tehát mindenkünk nem lehet úgy szakosodni, mint egy orvosnak, hogy csak azt végezzük el. És talán a legmagasabb szint, amit most én is elkezdtem, ez a második diplomának nevezett manuál terapeuta képzés. Ez egy 2 éves továbbképzés, nagyon komolyan is veszik. Rengeteg vizsgával, rengeteg tanulással jár, ez csak gyógytornász és orvos diplomával rendelkező szakember kezdheti el. És ez kimondottan az ízületeknek, a csontoknak, tehát inkább a csontos képleteknek a kézzel történő helyre tevését jelenti. Kiugrik valakinek a bokája, akkor egy mozdulattal így tudod, van. Hogy hogy kell visszaugrasztani. Így van. Te például megnyomnád itt a nyakamat, akkor tudnád, hogy nekem milyen problémám van, hol kéne, milyen beavatkozást kéne. Ezt mindenki megtanulhatja? Vagy az újjába benne van? Ez tapasztalat, ez a hosszú évek rutinja lesz. Illetve az, hogy sosem szabad azt mondani, hogy amikor leül a beteg, hogy én már tudom, mi a bajod, mindig teljesen ki kell vizsgálni, mi minden alkalommal. Legalább egy órás teljes állapotfelmérést végzünk, mielőtt elkezdjük kezelni a pácienst. Mert lehet, hogyha mondjuk egy fél órán keresztül kérdezem csak, akkor a harmadik torna alkalmával derül ki, hogy egyébként volt neki 3 évvel ezelőtt egy csigolyatörése, amit egyébként elfelejtett megemlíteni az első alkalommal. És ez merőben azért változtat a terápián. Én úgy gondolom, hogy ami nálam mindenképpen egy biztos alapot adott, az a sport, tehát a testtudat. Amennyiben egy gyógytornásznak nincs kifejlesztve a testtudata, illetve nincs azon az úton, hogy legalább elkezdje fejleszteni, nem fogja tudni olyan szépen és helyesen megérezni a gyakorlatokat, és ha ő maga nem tudja kivitelezni a gyakorlatot, akkor az hiteltelen a páciens nevében. Egy órás kivizsgálás után szakorvoshoz küldtél valakit? Természetesen. Mert hogy olyan problémát észleltél, amit itt nem tudná kezelni. Természetesen, ezt meg kell látni. Tehát meg kell látni, hogy hol ér véget a gyógytornásznak a hivatala és a hatásköre. Illetve ami jellemző, hogy képalkotói diagnosztikát kérünk. Tehát bejön a páciens, itt fáj, ott fáj, ott fáj, fáj a dereka, vizsgálom, mindenre reagál, tehát olyan fájdalmai vannak, amit elkezdek csillapítani, de mondjuk nem vagyok abba biztos, hogy ott az az elcsúszás van, amit én gondolok, akkor jelzem az orvosnak, hogy kérjünk egy MRI-t vagy egy röntgent, ami éppen szükséges. Ha lágy rész van, akkor ultrahangot kérünk. Hogy jut időt karban tartani magad? Tehát mikor tudsz, ha egyáltalán van erre időd, mozogni, tornázni, a testi, fizikai adottságaidat szinten tartani? Én úgy gondolom, hogy mindent meg lehet oldani, hogyha az ember tényleg akarja. De én például úgy kezdtem a mai reggelt, hogy reggel 7-től fél 9-ig cross-training. Letusoltam, és jöttem rendelni. Más sport belefér az életedbe? Igen, én pilátesz oktató is vagyok, úgyhogy pilátesz. Mi? Azt se tudja mindenki, bár egyre népszerűbb ez a... Igen, sokan keverik a jogával, vagy azonosítják azt. Nem, ez szintén egy funkcionális testedzés, aminek a lényege a kórizomzat, tehát a törzsizomnak, a stabilitásának a kidolgozása.
Ez igazából sokkal, hát körülbelül jogával egyszerre alakult ki, tehát azért egy elég régi sport, illetve mozgásforma, és összhangba hozza az egész testet. Ennek az a lényege, hogy például aki nagyon sokat ül ülőmunkánál, iszonyatosan fontos van a törzsizomra. Hogyha valakinek nem megfelelő a törzsizma, az biztos, hogy görnyetten fog ülni, és előbb-utóbb itt fog kikötni, vagy valamilyen gyógytornász rendelőben, vagy esetleg ortopéd orvosnál. Tehát biztos, hogy lesznek problémái, amennyiben nem elég erősek az izmai. Én úgy gondoltam, hogy a gyógytorna az magát a problémákat gyógyítja. Általában gyógytornászhoz akkor megy a vendégpáciens, amikor már fáj valamilyen. Tehát azért, mert kicsit kényelmetlen az ülés, azért nem igazán mennek gyógytornászhoz. És én úgy gondoltam, hogy kell valami prevenció, megelőzés, és ez a pilates. Tehát ha valaki elkezd pilateszezni, már akkor, amikor érzi, hogy valami nem oké, sokat ül, vezet, és hogy nem úgy száll ki a kocsiból, mint pár hónappal vagy egy évvel ezelőtt, akkor érdemes stabilizálni az izmokat, hogy megelőzzük azt, hogy esetlegesen egy porckorongsérv kialakuljon, illetve hogyha már mondjuk befejeztünk egy porckorongsérvet, tehát úgy értem, hogy meggyógyultottuk, elmulasztottuk a tüneteket, akkor a gyógytornász ugye bestabilizálja ezt, hogy ne újuljon ki, de nem mondhatjuk neki azt, hogy élete végéig gyógytornára járjon, az meg az esetek 80%-ában nem következik be, hogy otthon évekig folytatja a gyógytornáját. Úgyhogy javasolunk neki egy olyan sportágat, amivel szinten tudja tartani azt, amit mi elértünk, ilyen a pilates, az úszás, a TRX. Hány éves kortól lehet hozzád fordulni, magyarán a szülők például a gyerekgyógytornával foglalkozol-e, hogyha javasolt, és mondjuk egy 90 éves emberrel érdemes-e foglalkozni? Nem lehet, hogy esetleg többet ártasz azzal, hogy még hozzányúlsz? Nem. Ezt akkor a gyerekekkel kezdeném, hogy igazából a csecsemőkori gyógytornára van kimondottan fejlesztő torna, ez kimondottan erre irányul, és ez egy 2 éves, nagyon szigorú továbbképzés, ez a dévénymódszer. Az teljesen más. Meg tehát van egy másik, egy alternatíva, a dévénymódszer, meg nem jut eszembe a másik. A lányom most 3 éves, tehát 2 évvel ezelőtt neki is kellett ide menni. Igen, a katona. Igen. Katona módszer. Így van, ez a kettő. Kimondottan a korai fejlesztéssel foglalkozik. Na most itt nálunk, mivel ez egy ortopéd szakrendelő, nincsen dévényes és katonás gyógytornász még, de egyébként ez is célunk, hogy valaki majd esetleg ezt is kitanulná. Őket inkább még küldjük dévényeshez, katonáshoz. Viszont ilyen 2 éves kor körül már nyugodtan jöhet, hogyha olyan problémája van, hogy például egyszerűen nem szimmetrikus a mozgása. Tehát mondjuk korábban dévényezték, vagy katonázták, tehát kapott korai fejlesztést, onnan már eljött, és megint elkezdett egy kicsit furán mozogni, akkor ezt ki kell vizsgálni, és akkor el kell a fejlesztő gyógytornával kezdeni ezt a korrekciót. Nézzük az így, a másik végletet, az idősebb korosztály. Itt sincsen korhatár, mert egy állapotfelmérésből ki kell, hogy derüljön, hogy milyen állapotban vannak az izmok, a csontok, hogyha valaki 70 évesen is még kocog, ahhoz nyugodtan nyúlhatunk. Hogyha valaki soha életében nem mozgott, és úgy jön ide 80 évesen, hogy soha életében nem mozgott, akkor óvatosan, de hozzányúlunk, ugyanúgy tornáztatjuk, csak más intenzitással. Tehát ilyenkor van az, hogy ugye nagyon szigorúan veszük az egyéni állapotfelmérést, és csak egyén specifikus gyógytornát diktálunk le. Melyek voltak a legkülönlegesebb eseteid? Hát nekem a kedvenc eseteim azok a gerincfeldüléses tinédzserek, illetve gyerekek. Így is feldülhet, meg így is, meg tehát több. Hát igazából ez a dupla S görbület, igen. Vagy akár több görbület. Nagyon-nagyon szeretem őket úgymond, mert iszonyatosan hálásak. Nagyon gyorsan tudnak javulni, hogyha kitartóak, és az tényleg sikerélmény, mert egy éve még volt egy 20 fokos görbülete, most meg van egy 10 fokos görbülete, tehát olyan szinten látszik az eredmény, hogyha jól megfogjuk a torna oldalát, hogy az csak sikerélmény lehet. Egy vendégem volt, ami inkább azt mondom, hogy ritka betegség, ez a Guillain-Barré betegség szindróma, ez egy neurológiai szindróma. Akár egyik napról a másikra megtörténhet, hogy teljesen lebénul a páciens. Ez általában egy autoimmun folyamat, tehát hogy teljesen random magától a szervezet elégtelensége miatt kialakul, és ugyanilyen gyorsan el tud múlni, de akár évekig el tud húzódni. Ez általában föntről
vagy alulról fölfelé történik, tehát hogy először a lábbénul lesz a többi, és végigjárja akár egészen a nyaki gerincig, tehát teljesen mozdulatlan a páciens, miközben szellemileg teljesen épp. És hát itt ugye idő, mire ezt elkezdik kigyógyítani. Van rá jó gyógyír, nagyon jó orvosok vannak rá, neurológusok, jó gyógytornászok. Ilyen egyszer történt velem, de én már a rehabilitációba kapcsolódtam be, tehát nem akkor, amikor még teljesen le volt bénulva, és hát az egy elég komoly eset volt, mert iszonyatosan ritka. Neked egy kicsit azért nem is kicsit pedagógusnak is kell lenni. Mindig megpróbálom úgy csűrni-csavarni az egész terápiát, hogy a végén azt csinálhassa, amit szeret. Tehát, hogy mi nem igazán tiltunk el embereket mozgástól, elmondjuk, hogy mi az, ami javasolt, és mi az, ami kevésbé javasolt, de esélyt adunk neki, hogy esetleg próbálja meg, és megpróbáljuk esetleg úgy végezni a gyakorlatokat, hogy azt a mozgásformát, amit szeretne végezni, azt könnyebben vagy helyesebben tudja. Igazából élsportolóknál mondható el, hogy bejönnek a gerincferdüléses gyerekek, és mindenkitől azt hallják, hogy úszás, mikor az a legrosszabb, amit csinálhat rá, hogyha mondjuk hatalmas a görbülete. Tehát beszélek egy 10-15 fokos görbületről, mondjuk az már viszonylag nagy. Tehát arra már nem igazán kéne úszni, de mondjuk ő versenyúszó, és neki ez az élete. Hát ott azért el kell mondani a családnak és a gyereknek is, hogy ez meg ez a következmény, ha esetleg kompromisszumot próbálunk kötni, hogy hagyja abba 2 évig, húzzuk ki a görbületet, stabilizáljuk be, és utána vissza mehet úszni. Csak hát egy versenysportolónál ez nem biztos, hogy annyira közkedve. Nehéz dolgod van sokszor? Tehát előfordul, hogy nem is annyira a gyerek, a szülők, akik beleálmodnak egy úszó olimpiai aranyérmet a csemetéjükbe, nehezen látják be, hogy többet ártanak ezzel a gyereknek. Igen, van olyan, hogy sajnos a szülő okozza az egyetlen korlátot, vagy ő jelképezi az egyetlen korlátot. Hallottam már olyat sajnos, hogy teniszező gyerek nagy görbülettel jött hozzám, és az volt a szülő első gondolata, hogy hát mi lesz veled így a teniszbajnokságon. És hát akkor a röntgenképet szépen így előtettük a szülőknek, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen is a gyereknek a görbülete, és elmondtuk, hogy mi lehet ebből még, és hogyha viszont szünetelteti, amíg a növekedés ugye lezajlik, csontosodik a gerinc, akkor már akkora problémát nem fog okozni. De egyébként például a gerincferdüléseknél alapból nem örülünk neki, a féloldali sportágat űz, vívás, tenisz, ilyenek kizárva. Hanem sport, foglalkozási ártalom előfordul, hogy nem igen. Javasoltak mondjuk valaki doboljon egy rockzenekarba, mert akkor így kell ülnie, és Talán a dobaláson még nem is nagyon gondolkodtam, hanem inkább ami a legnagyobb problémákat szokta okozni, azok a nehéz munkák. Tehát akár építkezésen, emelés, és akkor jönnek a porckorongsélvel, és én helyrehozom, és utána visszamegy és dolgozik. Inkább olyankor azt szoktuk javasolni, hogy dolgozzon, megpróbáljuk mutatni neki azt, és megtanítani azt, hogy hogyan vitelezze ezt ki, úgyhogy kevésbé nyírja szét mondjuk a csigolyasort és a gerincet. És mellette mindenképpen kell neki gerinstabilizációs gyógytorna, vagy olyan mozgásforma, amit már korábban említettünk, ami a törzsizomzatot megerősíti. Tehát, hogyha ezt mellette mondjuk rendszeresen végzi, akkor azért jelentősen csökkenthető a kialakulások veszélye. Melyik volt eddig a legnagyobb sikerélményed? Hogyha lehet ilyen leget, vagy egy-két leget, amire a legbüszkébb vagy, hogy egy nagyon rossz állapotba érkező kliens szinte maga egészségesen távozott. Gerincsérves páciens volt még a legelső betegeim között, amikor még olyan hüde nagy tapasztalatom nem is volt a gerincsérv terápiájában. És őneki iszonyatos fájdalmai voltak, tehát bármit csináltunk vele, próbáltuk, hogy melyik oldalra hogyan mozog, akkor hogyan fáj, mindenre fájt, egyszerűen bármit próbáltunk vele. Meg is ijedtem nagyon. Elkezdtük először fájdalomcsillapító kezelésekkel csak a fájdalmat ugye lehúzni, ilyenek a lézerkészülékek, lézerterápia, ultrahangterápia, tenszgépek, tehát először csak ilyen fizikoterápiával próbálkoztam, amikor már a fájdalom megszűnt, akkor, illetve csökkent, meg nem szűnt, akkor kezdhettem el én ténylegesen gyógytornával visszahúzni, de hát ez egy elég hosszú folyamat volt, ez alapból egy 10 éve fennálló gerinc probléma volt, amivel nem nagyon kereste föl eddig az orvosát, úgyhogy jó nagy kihívás volt. Olyan 1 év, 3/4 év, 1 év körül volt, mire azt mondom, hogy jól lett, de folyamatosan gyógytornáznia kell, tehát otthonra kapott nagyon sok házi feladatot, és ezt folyamatosan végeznie kell. Igen, ilyen esetben már teljesen nem valószínű, hogy visszahúzzuk a porckorongsérvet,
hanem megpróbáljuk azért minél inkább a centrumhoz, tehát vissza a gerincoszlophoz húzni, és ott stabilizálni. Tehát amikor már valakinek sugárzik a lábába, akkor már biztos, hogy teljesen el van mozdulva, azt először vissza kell húzni, és ha a sugárzás megoldódik, onnantól már nyert ügyünk van. A sportot említetted már, de hogyan töltődsz fel szellemileg, lelkileg? Hát nekem nagyon nagy szerencsém van, mert az én párom tényleg egy angyal. Ő ezt mindet tűri, hogy én ennyit dolgozok, és támogat is benne iszonyatosan, és bármit kitalálok, az oda azonnal megyünk és csináljuk, hogy tudjunk közösen pihenni. Mindig te találod ki? Tehát olyan nincs, hogy ő azt mondja, most úgy elmennék. De ilyen is van, és egyébként nálunk nagyon nagy közkedveltség ez a wellnessezés, tehát ilyen hétvégéket azért szeretünk eltölteni, és akkor viszont csak fekszünk. És medence, és szauna, és fekvés. Ott már én nem nagyon mozgok. Irodalom, és most nem szakirodalomra gondolok, vers, nem tudom én. Színház, nagyon-nagyon szeretem a színházat, az egyik legjobb barátnőm a színház rajongó. Ő akár heti kétszer-háromszor is elmegy, én örülök, ha havonta egyszer azért eljutok, de az például iszonyatosan kikapcsol. Koncert, buli, ugrálás. Táncolni azt szeretünk, barátnőkkel szoktunk, de mi inkább össze szoktunk ülni, és akár így kiülni, borozni, borozgatni, és így a barátnők. Na, jó, hogy említed, azért néha a gyógytornász is kirúghat a hámból, tehát pohár bor, vagy... Én úgy gondolom, hogy mindenki kirúghat a hámból, így van. Tehát nem ilyen vagy ilyen kő, hogy az nem egészséges, az egészséges. Nem, és egyébként a jó bor az kimondottan egészséges. Táplálkozás, mennyire kell figyelni, hogy ilyen remek alakod legyen? Azt köszönöm szépen, és arra nagyon kell. Én próbálom ezt a paleolit étrendet folytatni. Viszonylag könnyű dolgom van, mert háromféle étel allergiám van, úgyhogy szinte semmit nem eltek, amit korábban így szerettem. Így könnyű, mondjam. És pont azok vannak kilőve, amit a paleolit táplálkozás is kilő, úgyhogy igen, oda kell figyelni. Én úgy gondolom, tehát az tényleg igaz, hogy a 70%-a a jó küllemnek az a táplálkozás. Egymást egyébként kezelitek, hogyha arra van szükség? Igen, nézd meg a vállamat, elfeküdtem. Igen, ez elég vicces szokott lenni, van, hogy jön föl egy vendég, és azt látja, hogy a masszőr a gyógytornásznak a vállizmát, illetve a nyakánál ott minden izmot össze-vissza nyomkod már, és ott ilyen fura arcokat vágunk. Nagyon nagy szükség van rá, például a masszázsra, arra nagyon nagy szükségünk van, de a masszőrt is szoktuk masszírozni, mert neki is nagyon nagy szüksége van a masszázsra. Gyógytornára... Igen, mert minden gyógytornászunk sportol, sokan futunk, úgyhogy a térdizületeink nem feltétlen vannak a legjobb állapotban, úgyhogy arra szoktunk stabilizációs gyakorlatokat javasolni egymásnak, vagy akár manuál terapeuta kollégánk megnézi. Teljes az életed? Tehát minden szempontból elégedett vagy, boldog vagy, harmóniában élsz önmagaddal és a környezetedben? Ez teljesen így van. Igen. Kívánom, ezt mondhatom. Kívánom, hogy így is maradjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.